Igen, meg nem is. Egyik szempontból Isten ő mindig vidám és nagyon nagy, és mindig boldog. Ő maga boldogság, ezért nincsen semmi, ami tud árnyékolni az ő boldogságát, mert ő nincsen hatása az anyagi világnak a boldogság és boldogtalanság törvények alá, hanem ő lelki szinten van. De ugyanakkor, mivel ő szeret lelkeket, minket, akik ide kerültünk ebbe anyagi világ börtönébe, ezért ő nagyon szeretne, nagyon nagy szeretettel várja minket vissza. És ebből szempontból, hogy hiányozunk neki ott, ebből szempontból szomorú, mint amikor valakit szeretsz, anyuka szereti a fiát, vagy a férjét, vagy fordítva, vagy férj feleségét, és mikor nincs ott, akkor nagyon hiányzik neki, és akkor itt szomorú. És ugyanakkor anyuka, amivel szereti a gyereket, és mikor valami vele történik, akkor tud szomorú lenni. De miért? Mert ott van a szeretet. Szóval ugyanúgy Istennek van szeretete, és ő vár minket haza.